Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 23. szemeszterének harmadik előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 23. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Tamási Zsolt József Marosvásárhelyen él feleségével, két gyereket nevelve. Középiskoláit Marosvásárhelyen a Papiu Ilarián Liceumban és a Gyulafehérvári Római Katolikus Kisszemináriumban végezte. Utána a Gyulafehérvári Római Katolikus Teológia, majd a BBTE Teológia Történelem szakos hallgatója volt. Ugyanitt szerezte meg a doktori címet. Marosvásárhelyen tanít történelmet és katolikus vallást 2001-2002-ben, majd 2005-től folytatólagosan. Közben nappali tagozatos doktorandusz, szeminárium vezető a BBTE Római Katolikus Teológiai Karán, 2003-tól óraadó a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetemen, 2008-tól egyháztörténetet tanít a Marosvásárhelyi Márton Áron Teológiai Továbbképzőn. Közben 2007-től 2010-ig, illetve 2017-től jelenleg is bólyai posztdoktori ösztöndíjas kutató az MTA BTK kötelékében. 2007-től az MTA külső köztestületi tagja. 2015-ben került az újrainduló Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum élére, amelynek a 2016-ban kezdődő meghurcolása után 2018. augusztusától újra az igazgatója. Első írását 1999-ben közölte. A különböző szaklapokban megjelenő mintegy 70 szaktanulmány mellett 28 alkalommal jelentek meg írásai különböző gyűjteményes és konferencia kötetekben. 6 önálló kötet szerzője, illetve szerkesztője. Ezekben a legtöbbet az 1848-49-es forradalom időszakának erdélyi katolikus vonatkozásaival foglalkozik. Munkásságát 2010-ben az MTA pedagógus kutatói pályadíjjal, 2011-ben a Keresztény Szó folyóirat szerzői nívódíjjal, 2014-ben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség ezüstfenyő díjjal, 2016-ban az önálló római katolikus oktatás szervezéséért a Románia Magyar Pedagógusok Szövetsége emlékplakettel, 2017-ben Magyarország kormánya külhoni magyarságért díjjal ismerte el. Felkérem dr. Tamási Zsoltot, tartsa meg előadását. Szépen. Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Számomra egy kicsit meglepő egyszer ennyi ember előtt előadni, mert nem túl jellemző a tevékenységeink során, hiszen amikor szakmai konferenciákon veszünk részt, többnyire hát egy kicsit belterjes a történet, és a témához értő és azzal foglalkozó emberek előtt számolunk be egyes szeretéről annak, amivel foglalkozunk. A mai alkalomra úgy gondoltam, hogy egy átfogó elemzést próbálok mutatni az erdélyi 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyzetéről, ezen belül megvizsgálva azt, hogy a katolikus egyház milyen szerepet játszott ebben a forradalomban, és milyen hatása volt magára a forradalomra. Az erdélyi események megértésénél, függetlenül attól, hogy egyházi vonatkozásait tekintjük ennek az egésznek, nagyon fontos kérdés volt az unió kimondása Erdéllyel. Köztudott a pesti 12 pontból, a pozsonyi törvényekből, hogy az uniót Erdéllyel Magyarország még a tavasszal kimondta, anélkül, hogy az erdélyi felett erről megkérdezték volna. Tehát szép a barátság, és akarták is az erdélyek, csak hogy ennek a törvénybe iktatása igazából egy kicsit előrehozott volt, hiszen addig, amíg az erdélyi országgyűlés nem hozta meg azt a döntést, hogy ő is egyesül Magyarországgal, addig ezt a törvényciket nem lehetett szentesíteni. Az unió szentesítésére tulajdonképpen csak 1848. június 10-én került sor, és ez a periódus, ami tavasztól, tehát márciustól egészen június 10-ig eltart, több szempontból is rendkívül érdekes. Normális körülmények között
a magyar kormány, a Batthyány kormánynak nem volt semmiféle joghatósága Erdélyt tekintve, hiszen Erdély akkor még az osztrák vezetőség, kormányzóság, gubernium hatáskör alá tartozott, és tényleges kapcsolat sem volt lehetséges az erdélyi egyházmegye és a magyarországi egyházmegyék között. Az erdélyi egyházmegye egy eléggé kiterjedt részét jelentette a magyar katolikus egyháznak, és ebbe az egyházmegyébe gyakorlatilag a püspök, Kovács Miklós, Csiktusnádi Kovács Miklós püspök, nem vehet részt még a magyar országgyűlési munkálatokon, nincs ott a felsőházban, éppen ezért csak hírekből értesül arról, hogy mi történik a pozsonyi országgyűlésen. Annak ellenére, hogy még nem történik meg az önök a kimondása, több jel is mutat arra, hogy a magyar nemzet és az erdélyiek is közösségbe gondolkodnak már a tavaszi forradalomnak az elkezdésétől kezdődően, nem várják meg azt, hogy június 10-én ennek az uralkodói szentesítésére sor is kerüljön. Több olyan történet van, ahol ez nyomon követhető. Az első a petíciós akció. Miről van itten szó? Amikor a pozsonyi törvénykezést elfogadták, ennek keretén belül több olyan törvény is megszavazásra és elfogadásra került később szentesítésre, amely az egyházakat is érintette. Ilyen volt az egyházi tizedvesztés például, vagy a főkegyúri jognak a gyakorlása, vagyis hogy ki az, aki kinevezheti a püspököt, kierősíti meg a püspöki kinevezéseket, illetve a vallási egyenlőségnek a kérdése. És a vallási egyenlőség az nagyon érdekes a katolikus egyház szempontjából. Tehát nagyon szép az egyenlőség, csak a probléma ott volt, hogy a katolikus egyház korábban államvallási státusban szerepelt, és utána pedig a vallási egyenlőség révén egyenjogúvá vált a többi felekezettel. A többi felekezet, aki korábban nem rendelkezett államvallási státussal, különböző belső autonómia jogokat sikerült, hogy kivívjon, és a katolikus egyház, amikor elveszíti az államvallási státusát, az időrövidsége miatt nincs egyszerűen lehetőség arra, hogy kodifikálják azt, hogy a saját belső autonómiája hogyan fog kinézni, és éppen ezért az autonómia mozgalom a katolikus egyházon belül a 19. század második felének lesz egy meghatározó vonulata. Na most ebben a pillanatban, amikor nem sikerült ezt a kodifikálást megvalósítani, érezve egy kicsit a liberális ellenszelet a katolikus püspöki kar Pozsonyba, kigondolták ezt a petíciós akciót, aminek az lett volna a lényege, hogy a hívekkel aláíratnak egy kérést, amelynek az lett volna az üzenete, hogy a katolikus egyház által kért jogok, ez nem a szűk felső papságnak az elképzelése, hanem egy alulról jövő jogos törekvés, amelyet csak bemutat a püspöki kar, majd a következő nemzetgyűlésnek, vagy az országgyűlésnek, amely már Pesten lesz megtartva. Na most akkor, amikor ez a petíciós akció megindul még tavasszal, akkor még nincs unió. Éppen ezért Erdélybe ezt nem kellett volna egyáltalán szorgalmazni se, nem volt semmi jogalapja, hogy az erdélyek ezt aláírják, viszont ennek ellenére az aláírásra való felhívás Kovács Miklós püspök részéről elindul még május 20-án, és az egyházmegyét körbe is járja. Most az egyházmegye területén a katolikusoknak a legnagyobb része a Székelyföld, Alcsik, Felcsik, Gyergyó területén helyezkedik el. A többi térségben kisebbségben vannak a katolikusok, a pirosabb foltok azok még jeleznek viszonylagos többséget, de alapvetően ez az a térség, ahol igazából lehetett volna jobban mozgosítani. Na most akkor, amikor ez az első petíciós felhívás kimegy, egy rendkívül óvatos magatartásra találkozunk az erdélyiek részéről, mert miközben a püspök maga vállalja ennek a felelősségét és kiküldi a kérést, a plébánosok, esperesek nagyon félnek aláírni valamit, ami nincs hivatalosan aláírva, már pedig a püspök nem írhatta alá hivatalosan a petíciós felhívást, mert az unió előtt erre neki se volt joghatósága, éppen ezért kénytelen megismételni egy újabb fordulattal a petíciónak a kiírását, és akkor következnek be azok az izgatások, amely révén az erdélyi amúgy is eléggé megosztott társadalmat még inkább megpróbálják megosztani, elhitetik velük, hogy a katolikus egyház a világ legrosszabb rákfenéje, vissza akar állítani az egyházi tizedet, ez az egész másról szól, csak az anyagi előnyeit az egyháznak hogyan lehet továbbra is biztosítani, és elég sok emberben zavart tud okozni ez a történet, és ez a megosztottság a későbbiekben még súlyosabbá teszi az erdélyi helyzetnek a rendezését. A másik történet, ami
szintén ide tartozik, az a nemzeti zsinatnak az igénye. Arra gondoltak a Magyar Püspöki Kar részéről, hogy az érdekek legjobb érvényesítésének a módja, ha egy nemzeti zsinaton összegezik az összes kérést, ami van a magyar katolikus egyházon belül, és akkor ezeknek a mederben tartásával előkészítenek egy olyan érvelési alapot, amivel a népképviseleti országgyűlésen a katolikus érdekeket erőteljesebben lehetne képviselni. Na most ez a nemzeti zsinat azt jelenteni, itt a zsinatnak különböző szakaszai vannak, nem tudom, ez mennyire ismert a katolikus egyháznak a joggyakorlatából. Az egyházmegyei zsinat az egy püspökség területére vonatkozik, és azon a törvényhozó egyedül a püspök. A nemzeti zsinat, ez egy kicsit furcsa fogalom, mindig is fél tőle a pápaság intézménye is, mert a nemzeti egyház felé egy kicsit úgy eltolt a dolgot, Rómától egy kicsit, hát egy nagyobb fokú függetlenséggel tud megfogalmazni nemzeti érdekeket, ami egy egyetemes egyház esetében esetleg kérdéses. Na, de a lényeg az, hogy a nemzeti zsinat megtartásához szükséges előbb összehívni az egyházmegyei zsinatokat. Ezeken ezt megelőzően az egyházmegyei zsinat készülési anyagaként összegezni a papságnak a véleményét, ebből készül egy kivonat, ami majd felmegy a nemzeti zsinatra, és az ott hozott döntések lesznek jogerősek, amelyeket majd életbe léptet egy következő egyházmegyei zsinat. Na most ez a nemzeti zsinat tervezése szintén májusban kezdődik el, még mindig unió előtt, és itt nem csak annyi történik, hogy Kovács Miklós püspököt is felkérik, hogy kezdje el a készülődés az egyházmegyei területén, hanem egy nagyon érdekes történet következik be, amikor kiderül, hogy az elnöklésre tulajdonképpen ő lenne a leginkább jogosult, mert az esztergomi primási szék éppen nem volt betöltve, a kalocsai érsek, aki átvehette volna az elnöklést, orvosi okok miatt szemműtéten volt Bécsben, nem vállalhatta az elnöklést, és mint rangidős püspököt, Kovács Miklóst próbálják meg felkérni arra, hogy ezt az elnöklést elvállalja. Persze húzódik a történet, és a közben kinevezik Hám János esztergomi érseknek, közben megtörténik az unió szentesítése június 10-én, de a lényeg az, hogy az unió gondolkodásba, az egység gondolkodásba teljes mértékben mutatja akár a petíciós akció, akár a nemzeti zsinatnak az előkészítési igénye, hogy az erdélyi egyházmegye, katolikus egyházmegye úgy tekint erre, mint ami már megtörtént. Tehát nem egy várva várt esemény, ami majd be fog következni, és ezt kivárjuk, hanem teljes mértékben kezdettől fogva teljes egységben gondolkodik a magyar kormánnyal, és ez is jól jelzi a legelső szakasztól kezdve az elköteleződést a forradalmi ügy mellett. Csiktusnádi Kovács Miklós erdélyi püspök nagyon józan ember. Tehát jogi végzettsége is van, és egy kicsit megsütötte magát még a forradalom előtt a vegyes házasságos vitával, amiért egy kicsit számon is kérték, ezért óvatos, kimért, és nagyon odafigyel arra, hogy mindaz, ami történik az egyházmegyében, és ahogyan történik, az teljes mértékben törvényszerű, jogszerű legyen, átláthatóan tudja vezetni az egyházmegyéjét. Na most az uniót követően meglepő módon még több kérdés merül fel, mint az unió előtt. Ugyanis hiányzik a jogharmonizáció. Az Erdélynek van egy sajátossága, ami nagyon régóta fennáll. A fejedelemség korában, mint önálló erdélyi fejedelemség, egy sajátos törvénykönyv alakult ki. Erdély saját törvényeinek a módosítására a Diplomá Leopoldinum sem adott lehetőséget 1690-ben, tehát erdélyi törvényeit fenn kell tartani úgy, ahogy azok vannak. Na most miért ezek az erdélyi törvények? Egy teljesen más joggyakorlat mentén alakulnak, és más körülmények között alakulnak, mint a magyarországi törvénykezés, ezért a két törvénykezés között vannak időnként eltérések, hogy nem mondjam azt, hogy feszültségek. Ezeknek a feloldására szükség lett volna ahhoz, hogy az egység teljes legyen, de mivel nem oldották fel, ez a későbbiekben rengeteg problémát fog okozni. Ezek közül az első az egyházi kepe. A kepe, vagyis a kapétia. A székely az egy rendkívül makacs ember. A kemény bütűr feje van, azzal nincsen semmi probléma, és éppen ezért, ha egyszer neki adómentességet adott Szent László király, akkor ettől kezdve az adómentességhez ragaszkodik. A másik az autónomia, az most is ragaszkodik, csak azt most nem Szent László az uralkodó. Na most a lényeg az, hogy ez a kepe esetében, mivel az adó szót nem szereti, ő adót nem fizet. És az egyházi adót éppen ezért helyette a kepe rendszerrel helyettesítették. A kapétia, vagyis a termett gabona után, 10 kalandja után egy kalandját kellett adni az egyháznak. Rendkívül igazságtalan rendszer volt egyébként, mert nem arányosan, hanem ha valakinek volt 400 kalandjája, az is ugyanúgy egyet adott, mint akinek 10 volt. Tehát nem volt arányos a történet. Nagyon
rossz volt a keperrendszer, de a Székelynek ez inkább megfelelt, mint sem az a szó, hogy ő adót fizet, tehát azt azért ne. És akkor ezt a keperrendszert nem tisztázza az uniós jogharmonizáció, mert a tizedet eltörli a pozsonyi törvénykezés, tehát az egyházi tized Magyarországon ezeken a területeken teljes mértékben megszűnik, a kepe viszont nem. A Székely pont úgy fizeti a kepét, mintha nem is lett volna forradalom, tehát az ő esetében az anyagi probléma tulajdonképpen nem oldódik meg. Ezen kívül még tetézi a helyzetet, hogy vannak királyi kincstári területek, kamarahelységek, bányavidékek, ahol különböző kegyúri jog címén adott támogatások megvonására is sor kerül, amelynek a tisztázása megint nagyon elhúzódik. Augusztustól novemberig gyakorlatilag nagyon sok pap egyáltalán nem kap jövedelmet, na de ezeket a problémákat nem sikerült megoldani a jogharmonizációval. A másik a világiaknak szerepköre. Na itt jól állt Erdély. Erdélyben ugyanis van egy státus, amely most státus alapítvány néven működik, de ennek a gyökerei a fejedelemség korba nyúlnak vissza. Ugyanis az erdélyi híres nagy vallásszabadság, amelyre mindenki, mint európai premierre szokott visszautalni, hogy először mondják ki a négy felekezetnek, katolikus, evangélikus, református, unitáriusnak a teljes szabadságát. Ez a vallásszabadság egy kicsit azért csonka volt, mert benne volt az, hogy a pápistáknak püspökük ne legyen. És a katolikus egyháznak a püspöke nem lehet bent Erdélyben, és ezért az országgyűlésen nem tudja képviselni a katolikus érdekeket. Ennek megfelelően az erdélyi országgyűlésen résztvevő hungáruszok, magyar nemesek közül, akik katolikusok voltak, felvállalták a katolikus érdeknek a képviseletét, és ők lettek az ordines et status catholici. És ebből lesz a státus, ami azt jelenti, hogy a fejedelemség korszaka ideje alatt püspök nélkül működik az egyházmegye, és az egyházmegye ügyeit világiak intézik. Ilyen nincs sehol a világegyházban. Helyenként van ehhez hasonló, de nyomaiba csak. Ez teljes mértékű, a világiak beleszólnak ténylegesen az egyháznak az irányításába, és a státusnak a szerepe megmarad, akkor is, amikor már az osztrák uralom elkezdődik, visszarendeződés van, megint van püspök, és az anyagi ügyek, alapítványügyek, oktatás ügyek azok a státusnak a jogkörében vannak. És éppen ezért a státus ezekben a kérdésekben jogerős döntést tud hozni. És ez egy nagyon fontos különbség, mert az egyházmegyei zsinaton, erre már utaltam a korábbiakban, mondtam azt, hogy a zsinaton csak a püspök a törvényhozó, a többi csak tanácsadó véleményként formálja meg, amit szeretne elmondani. A státusgyűlésen, amelynek az elnöke szintén a püspök, a jelenlevők szavazati többséggel döntenek. Tehát egy demokratikus intézmény működik a fejedelemség korszaka óta Erdélybe, és ebben a világiak jelen tudnak lenni. A magyar egyházmegyékben is több alkalommal találkozunk azzal a kéréssel, hogy valahogy vonjuk be a világiakat az egyházmegyei zsinatoknak az előkészítő munkálataiba. Vehemens viták mennek arról, hogy jó, szabad, nem szabad, klerikális egyház van, hierarchiát feszegeti, nem feszegeti. Erdélyben ez nem probléma, sőt, az erdélyek még azt is elmondják, hogy az autonómia, amit a magyarországiak úgy kérnek, és a petíció is benne volt, ez igazából nekünk Erdélyben ez nem egy novum, nem egy újdonság, hiszen ez egy régóta kiépített autonómiával rendelkezik. Hát bocsánat. Na de ettől eltekintve ez a jogharmonizáció miatt nem egységes. Tehát nem megy egyformán a történet a Magyarország egyházmegyéknek és az erdélyének. Na most ilyen körülmények között kerül sorra a megszervezés az egyházmegyei zsinatnak Erdélybe. Magyarországi egyházmegyékben a püspökök látva azt, hogy egy nagyon radikális alsópapsági megmozdulás kezd megjelenni, ahol aztán mindenféle demokratizáló törekvések vannak, választani akarják a püspököt, a kanonokat, az esperestők akarják megválasztani, világi ruhát akarnak ölteni, cölibátust el akarják törölni, meg mindenféle radikális kéréscsomag előjön, és akkor kicsit úgy bepánikol mindenki, és a vallási és közoktatási miniszterrel egyeztetve azt mondják, hogy hát akkor az előkészítés legyen egy ilyen egyszerű, egyházi tanácskozmány, ne nevezzük zsinatnak, aztán majd a nemzeti zsinat után tartunk egyházmegyét, ahol életbe léptetjük annak a határozatait. Kovács Miklós püspök nem fél ettől. Tehát ő megtartja szabályosan az egyházmegyei zsinatát. Van persze a végén egy kicsi szabálytalanság, arra még rátérek, de a lényeg az, hogy akkor, amikor a tematikát rögzítik, ő elküldi ugyan, hogy mit javasol a magyar püspöki kar, mi az a 25 pontos tematika, amiről vitázni kell, viszont nem tiltja meg, hogy a helyi igényeknek megfelelően megfogalmazott egyházmegyéből érkező kérdések is bekerüljenek a tárgyalásra. Akkor, amikor ezek a tárgyalások elkezdődnek, szétosztják a témát. Az, ami a státusra tartozik, azt a státus tárgyalja le. Ami a zsinatra tartozik, azt a zsinat tárgyalja le. Persze ugyanazok az emberek tárgyalnak, egy kicsi különbséggel a státusgyűlésben ott vannak a világiak és a papok, de ugyanazok a papok, akik a státusnak a tagjai, azok a zsinatnak is a tagjai. Így gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az anyagi, alapítványi, iskolai történetekben, kérdéskörökben, amikor a vegyes státusgyűlés, a kolozsvári
Szent Mihály templomban augusztus 27-30 között megfogalmazza a határozatait, ezeket a határozatokat pedig aláírja a püspök szeptember 3-án, ezek a határozatok átkerülnek, mint jogerős döntések az egyházmegye gyakorlatába. Ilyen nincs más magyar egyházmegyébe. Ez csak Erdélybe tudott megtörténni, mert hogy volt ez az autonómia. Utána jön a zsinat, ahol a liturgikus meg más szorosabban vett egyházi kérdéseket tárgyák végig szeptember 1-től szeptember 2-ig. Nagyon sok a rendkívül radikális megnyilvánulás, viszont ott már nem szavaznak. Tehát egy alkalommal fordul elő, szavazott, az idő rövidsége miatt későbbi időpontra halasztatott. Hát ez szavazás volt. Tehát megszavazták, hogy később fognak erről tárgyalni, de csak ennyi, tehát ott nincs jogi probléma. Viszont akkor, amikor életbe kéne léptetni határozatokat, a zsinati jegyzőkönyvet a püspök a legvégén nem írta alá. Márpedig, ha nincs aláírva, akkor jogerősen azt nem is lehet érvényesíteni, de ennek ellenére a későbbiekben néhány határozatot azért a zsinat szellemébe fog meghozni, és ezek közül csak egyet mondok, ami rendkívül érdekes. A forradalmi hangulatban a papok, amikor látták, hogy az Esperes nem eléggé támogatja a forradalmi kormányt, akkor elcsapták. És helyette egy másikat választottak maguknak, és egy ilyen Esperes elcsapás udvarhelyen, ami megtörtént, udvarhelyszék központjában a kerület részéről, ezt a püspök jóvá hagyta, és az udvarhelyi új Esperes az, aki 48 végétől polgárháborús, szabadságharcos körülmények között tudja vezetni az udvarhelyi kerületet. Na most ezek a zsinaton történő beadványokból nagyon jól kirajzolódik, hogy van egy rétege az erdélyi katolikus papságnak, amely rendkívül aktív, amikor reformokat próbál megfogalmazni. És ezek az egyházi reformok terén megnyilvánuló aktivitások egyenes arányban megfigyelhetőek akkor, amikor azt fogjuk látni, hogy hogyan kapcsolódnak be a katonai történetekbe, hogyan kapcsolódnak be a politikai döntésekbe, mennyire erőteljesen támogatják a magyar forradalmi kormánynak az elképzeléseit. Fel is teszik a kérdést még a zsinat elején, hogy nekik most jó papnak vagy jó polgárnak kell lenni. Mert ebben a helyzetben ő hazafi. És ez a hazafiságnak több jele van. Az egyik, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy ezt a papi kolárét, azt, ami általában fehér szokott lenni, a Székelyföldön piros-fehér-zöldbe viselték, mert nagyon tetszett nekik, hogy most végre vannak nemzeti színek. Igaz, hogy a kokárdáért udvarhelyen még köszöttek egy-két pofot, amiből orvosi látlelet is lett a későbbiekbe, de azért ugye ez rendeződött, és eléggé látványos az, hogy milyen erőteljesen állnak a forradalmi kormány terveinek a propagálása mellé. Na most ennek az erdélyi katolicizmusnak van még egy másik sajátossága, hogy nem csak római katolikusok vannak, hanem vannak örmény katolikusok és görög katolikusok. Na most ez a kettő közül az örmény katolikusok, ugye ez egy örmény kereszt, ez pedig a szamosvári templomuk, az örmények azok nagyon hamar hát nem asszimilálódás, hanem latinizálódás útjára léptek. Ez tulajdonképpen azt történik, hogy a Moldvából áttelepedett örmények, akik bejönnek Erdélybe, Oxendius Virzirescu püspök alatt ugye az örmény katolikus vallástra térnek át, tehát egyesülnek Rómával, ezt követően viszont a püspök többet nincs az örményeknek, hanem folyamatosan esperesek, vikáriusként, helynökként irányítják őket az erdély püspöknek az irányítása alatt. Róma mindig figyelmeztet, hogy nehogy véletlenül ezeket latinizáljátok. Tartsák meg szépen a Julianus naptárt, nem kell nekik a Gergely naptár szerint menni. Tartsák meg a böjtöt úgy, ahogy ők szokták, tehát a ritust nem szabad megváltoztatni, de az örmények esetében, mivel egy ilyen közvetítő társadalom szerepét töltötték be egy hiányzó kereskedelmi mester emberi foglalkozás, félig meddig polgári jellegű tevékenységet folytattak, számukra nagyon előnyös volt a magyarosodás. De ezt nem abban az értelemben, hogy etnikai magyarosodás, megtartják magának a ritusnak az elemeit, de egyre inkább közelednek a magyar társadalomhoz, és 1848-ban teljesen egyértelműen megfogalmazzák, hogy ők örmény-magyarok. És ez az örmény-magyar fogalom, ez napjainkban is él, tehát Erdélyben örmény-magyar közösségek vannak, aztán Magyarországon is vannak örmény-magyar közösségek, örmény gyökerek folyóiratot adnak ki meg ehhez hasonló, és nagyon aktívak, viszont ez az örmény ritus különbség, ez azt eredményezi, hogy a római katolikus sokkal folyamatosan együtt tudnak dolgozni, és éppen ezért, amikor az egyházmegyei zsinat van, nemzeti zsinat nem is tud az örményekről, nincs is benne örmény kérdés a tematikába, Erdélybe bekerülnek az örmény kérdések az egyházmegyei zsinatnak a tematikájába, az örmény esperes éppen beteg volt, nem volt jelen, de hiányában is letárgyalják ezeket a kérdéseket, hozzájárulnak, hogy a kispapai Gyulafára menjenek a római katolikusokkal együtt tanulni, meg ehhez hasonló kérdések. Tehát az örmény ritus tulajdonképpen ugyanazon a vonalon megy, ahol a római katolikus ritus. Örmény papok
ugyanolyan aktívan kiállnak a forradalom támogatása mellett, ugyanúgy elítélik majd őket a forradalom leverése után, mint a római katolikusokat, viszont a görög katolikusoknál egészen más a helyzet. Ugye ők többnyire Erdélyben szinte kizárólag románokként vannak jelen. A görög keleti ortodoxnak nevezett egyházból szakadt ki akkor, amikor a görög katolikus egyház Erdélyben létrejön. Na és akkor ez a görög katolikusok azok, akik az erdélyi román nemzettudatnak a gyökereit leteszik. Tehát az, ami a jelenlegi román identitástudatnak az alapja. Azt mind a görög katolikusok dolgozták ki. Kontinuitás elmélet, rómaiaktól való származás, minden, ami ehhez hozzátartozik, a történelmi jognak a hangoztatása, 2000 éve ők vannak, hamarabb voltak, tehát egy csomó minden, ami a teljes román identitáshoz hozzátartozik, azt mind a görög katolikusok dolgozták ki. És elméletileg ők kellett volna legyenek a motorjai annak, hogy 1848-ban az erdélyi román-magyar konfliktusban a görög katolikus egyház vállalja fel azt, hogy a magyar kormánnyal szembefordul, hiszen ők minden jót Bécstől kaptak. A Bécs hozta őket létre, Bécs hozta nekik létre az elitiskolákat, ahol kinevelték a erdélyi román értelmiséget, stb. És mégis a püspök Lemény János másként gondolja. Lemény János rájön arra, hogy az erdélyi románságnak a tömeges megszerzése szempontjából, akár görög katolikus, akár görög-keleti ritus legyen szó, az a felekezet áll jobban, akinek az egyház kormányzata önálló. Márpedig az erdélyi görög katolikusok az esztergomi érseki szék alá tartoznak, az erdélyi görög-keleti ortodoxok pedig a szerb karlócai érsekség alá tartoznak, és mind a két vonalon megindul a mozgás, hogy önállósodjanak Esztergomtól, vagy pedig Karlócától. És Lemény János tudva azt, hogy a sorstársai, a többi görög katolikus, Erdélyvazú, Nagyváradról, vagy a Munkácsi Gagonec, tehát a többi görög katolikus mind együttműködik a magyar kormánnyal, abban reménykedik, hogy ha a magyar kormány megadja az erdélyiek számára az önálló érsekséget, akkor ő lesz az erdélyi román keresztényeknek a vezetője, és éppen ezért felajánlja ezt a lehetőséget. És a magyar kormány komolyan is gondolkodik ezen a lehetőségen. Ötvös József miniszternek van is egy átirata Hám János kinevezett primáshoz, hogy vegyék nagyon komolyan ennek a kérdésnek a megtárgyalását. Csak a probléma ott van, hogy a görög katolikusoknak az irányítása kicsúszik Leménynek a kezéből, mert volt egy kicsi botrány korábban Balázsfalván, és egy pár tanárt kirúgott a teológiáról. Ezek lesznek a promotorjai a 48-as törekvéseknek, és ők, mivel zsigerből utálják Leményt, ezért inkább átállnak az ortodox püspöknek az oldalára, a Sagunának az oldalára, és ez az a pillanat, amikor a román nemzettudatba a görög katolikusok kezéből átmegy, az ortodoxok kezébe az identitásnak a kontrollja. És elvezet oda, hogy mert 1948-ban a görög katolikus egyházat fel is fogják számolni, és az ortodox egyházat fogják nemzetinek nevezni, miközben 48 előtt egy ortodox román nagyobb sorsközösséget érzett egy szerb ortodoxal, mint a szintén román görög katolikussal, mert az etnikai tudat még nem elég erős, vallási vonalok mentén jönnek ezek az identitás kérdések, és akkor itt ez a három ritus közül a kettő, tehát a római és az örmény egyértelműen a forradalmi kormány oldalánál, a görög katolikusok viszont teljes mértékben átcsúsznak az ellenforradalomnak az oldalára. Itt a társadalmi megosztásnál nagyon fontos szerepe volt annak, hogy hogyan szították ezt az egészet. Tehát a nemzetiségi mozgalmaknak az erőltetett szításának a gyökere, a lehetőség, az megvolt korábban is, mert a jó császár mitosza az nagyon erősen él az erdélyi román társadalomban. Horváth Luska Krisán felkeléstől kezdve folyamatosan mindenki abban reménykedett, hogy a szegény, elnyomott románoknak a jogait az osztrák császár biztosan fogja majd biztosítani, felkarolja őket, és akkor ennek a nemzetiségi mozgalomnak a szításánál csak egy mozzanatot mondok el, ami relevánsabb. Az Érchegységben, amit mi Erdélyben Nyugati Kárpátoknak hívunk, és innen pedig Szigethegységnek neveznek, tehát abban a térségben két vármegye van, a Zaránd vármegye és az Alsó-Fejér vármegye. Alsó-Fejér vármegye mivel bent van Erdélyben, és Zaránd pedig a részekhez tartozik, amit visszakapcsoltak már a magyar kormányhoz, a Zaránd vármegyében elkezdődik a jobbágyság felszabadítása a pozsonyi törvények alapján, Alsó-Fejér vármegyében viszont csak június 18-a után, mert akkor érkezik meg a jobbágy felszabadításnak a híre Erdélybe. Ez a két időszak között, mivel a pozsonyi törvényeket, mint a magyar kormány, vagy a magyar pozsonyi képviselők szavaztak meg,
annak a szentesítése a császár által történt, akkor szépen elmagyarázták, hogy a jó császár így megadta nektek a szabadságot, és a tírosz magyar uraitok nem akarják nektek ezt az egészet megadni. És ez az ellentét szítás vezet el ahhoz, hogy a májusi balázsfalvi gyűlésen egyértelműen szembefordulnak a magyar forradalmi kormánnyal, eldöntik azt, hogy felfegyverzik az erdélyi románságot, létrehozzák a Román Nemzeti Komitét szebeni központtal, amit még nem aktiválnak csak majd szeptember után, de egyértelműen ez a törés már bekövetkezik, és ebben a törésben a szászok és a románok együttesen Erdélyben a magyarok ellen fognak fellépni. Pedig a forradalmi változás egyedül a románoknak volt Erdélyben igazán előnyös. Mert a lakosának a túlnyomó része jobbágy, és a jobbágy felszabadítás révén felszabadulnak. Viszonylag jól termő területeken voltak letelepítve, a földeket onnan megkapják, kiosztják nekik. Az erdőket kevésbé, mert az megint egy jogi hiányosság volt a jogharmonizáció során, viszont alapvetően jól jártak. És éppen ezért az elején több román értelmiségi vezető is támogatta azt, hogy a magyar forradalmi kormánnyal együttműködjenek, viszont itt valahogy elmentek egy másik irányba. Ezzel szemben a székelyek kérdése nagyon érdekes. Azt mindenki tudja, hogy Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva, de a székely, hogy a magyar kormány mellé álljon ebben a történetben, egyáltalán nem volt egyértelmű, mert hogy a székelyek határőrezredekbe szolgálnak. Ezek a határőrezredek a szebeni General Commando irányítása alá tartoznak, vagyis császári irányítás alatt álló katonákról van szó, aki katonai hűségesküttet, katonai hűségesküttet meg kell tartsa. Mindegy, hogy mi történik, és mi a véleménye, parancs az parancs. Na most a székelyek felett, a katonaszékelyek felett a parancsot az osztrák tudja tulajdonképpen kiadni, és éppen ezért nagyon nehéz ezt a székelyt rávenni arra, hogy a parancsot megtagadva forduljon szembe a császáriakkal, és álljon a magyar forradalmi kormánynak az oldalára. Ráadásul nem is éri meg, mert mit kapott a székely? A kepét azt hagyták, tehát ott nincs semmi anyagi előny, ebből az egészben nincsen. Föld kiosztás, hát közbirtokosság van a székelység esetében, nyilas rendszerrel jelölik ki a földeket, mit dolgoznak meg, ettől ezzel semmi jót nem kaptak. Ugye voltak esetleg a szegény székelyek az elején, olyan beadványok vannak, hogy ha a magyar kormány jót akar a székelyeknek, akkor keresen amerikánus országban nekik egy jó termő földet, oda elviszik, akkor az ott jó lesz nekik, és rengeteg panaszlevél érkezik be, ahol leírják, hogy bezzeg. Kellett nektek, süssétek meg, felszállították a románokat, szembefordultak veletek, és akkor most mi van? Na most itt a székelység esetében éppen ezért abszolút nem egyértelmű, hogy ők miért kéne a magyar kormány oldalára álljanak. És ebben a folyamatban rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy hogyan kommunikálnak a székelyekkel a papjaik. Mert az, hogy a szószékről valaki mit és hogyan magyaráz el, ennek azért óriási hatása van. Nyilván nem csak a papoknak, hanem Gál Sándornak is, aki a magyar kormány küldöttségében érkezett a székelyek mozgósítására, hogy éppen ide délvidékre mozdítsák ki a székely haderőt, és ezek a folyamatos előkészületek elvezetnek ahhoz, hogy az agyakfalvi székely nemzetgyűlésen végül is megfogalmazódik az, hogy teljes mértékben a magyar kormány mellett fognak állni, és tulajdonképpen ekkor jön létre a székely magyar öntudat. Mert hogy a székely öntudat, az korábbiakban ez egy rendi öntudat volt, mert a rendi kiváltságok alapján neveznek valakit székelynek, még hogyha magyarul is beszél, és most is egy székely magát székelynek mondja elsősorban, azon kívül magyarul is tud, nyilvánvaló és magyarnak is tekinti magát, de az, hogy a székely és a magyar egy nemzet, ez tulajdonképpen az agyakfalvi nemzetgyűléshez kapcsolódóan ekkor fog kikristályosodni, és ettől kezdve, tehát egészen október 17-től a székelyek teljes mértékben a magyar forradalmi kormány oldalán fognak állni. Na most ez az Erdély Egyházmegyének a későbbiekben, főleg a polgárháború és szabadságharc ideje alatt egy másik komoly problémát fog okozni, hogy püspök nélkül kell ezt végigcsinálja. Mert hogy a püspök, Csiktusnádi Kovács Miklós székhelye ugyan Gyulafehérvár, de jobban szerette Kolozsváron. Ezért többnyire Kolozsváron tartózkodik, és amikor nagyon fontos ügyek elintézésére szükség van a személyes jelenlétére, akkor elmegy Gyulafehérvárra. Október 9-én elmegy Gyulafehérvárra, és 10 napon belül ostrom állapot alá kerül Erdély, a gyulafehérvári vár is, és nem tudja már elhagyni a várat, így ő gyakorlatilag a gyulafehérvári vár fogságában viszi végig ezt az egész forradalmat és szabadságharcot, aminek azért vannak pozitív hozadékai, mert a számon kéréskor, amikor megkérdik, hogy na mégis mi volt, hát honnan tudjam. Változatát ott sem voltam, és nem is tudtam velük kommunikálni. Viszont ez a helyzet az
azt is eredményezi, hogy ha nincs püspök, akkor az irányítás valaki másnak kell a kezébe kerüljön. És akkor mindaz, amit a zsinatra való készülődésként a radikális papság már elkezdett megfogalmazódni, ez most életbe léptethető. Ha nincsen központi vezetés, akkor helyi döntések fognak születni, és ezt jól érzékeli nagyon a magyar kormány, és folyamatosan próbálja is kihasználni azokat a kis utakat, amelyekkel eljut a meghatározó személyekhez, akiken keresztül hatékonyan lehet mozgosítani az erdélyieket a szabadságharcban való részvételre. Na most az erdélyi térségben két nagyobb zónát, többet is el lehetne határolni, most csak kettőt szeretnék röviden bemutatni. Az egyik a polgárháborús térség, és a másik pedig ott a Székelyföld, a tömb rész, ahol az egyértelmű a forradalom melletti kiállás. A polgárháborús térségben ott igazából elég nehéz a papság szerepét mérni, mert folyamatos atrocitások vannak, gyilkolások vannak, lefegyverzések vannak, és éppen ezért a pap tulajdonképpen a túlélésre játszik, a saját túlélésre játszik, és a közösségének a túlélésre játszik. Vannak erőteljesebb és kevésbé erőteljesebb papok. Akkor, amikor október végén, október 22, 23, 24-én van a legtöbb lefegyverzés az Érchegységben, ahol a mócok akkor ugye rátámadnak a magyar bányavárosokra, Abrudbányán például az esperesi központban, az esperes nagyon jól rájátszik arra, hogy fanatikusan vallásosak a románok. És éppen ezért, amikor már a várost lefegyverzik, a nemzetőrséget lefegyverzik, és a templomba be akarnak menni, hogy az ott esetleg elrejtett fegyvereket felkutassák, akkor a keresztel szépen kiáll eléjük, és elmondja, hogy az a Jézus, akit be ti is hisztek, mi is hiszünk, ti akartok lenni a következő, aki lándzsát vág az oldalában, mint a római katona, és végigviszi oltár, keresztelőkút, stb. És akkor a szegény román lázadok, azok úgy vallásosan bepánikolnak, kalap levéve mennek be a templomba, szétnéznek, és ott hagyják Abrudbányát. Tehát Abrudbányánál ilyen esetben a papnak a szerepe jó volt. Vannak olyan települések, ahol a román vezér, ugye Ávrám Jánku, akiről sokan úgy tudják, hogy az egyik legnagyobb magyar gyűlölközben nem volt az, ő egy meggyőződéses, saját nemzetért tevékenykedő, hát elég véres módszereket használó, de a helyzet így hozta, katona volt. Ő maga például a saját falujában, Topánfalván állít őrséget a papnak és a templomnak, hogy nehogy bántodásra esen, amikor az emberek fel vannak padulva, ezeket éppen ne bántsák. És ez több faluban is megfigyelhető. A legkeményebb atrocitás, ami a polgárháború kezdetét vagy nyitányát is szokta jelezni, az a zalatnai 1848. október 23-án, amikor a zalatnai lefegyverzés után az elfogott lakosságot elindítják Gyulafehérvár felé, és Ompolygyepűnél vagy Preszákánál szállnak meg éjszaka, hajnalban pedig egy másik tribűn, Alexandre Sever parancsára elkezdődik a mészárlás, több száz embert, tehát ez egy rendes tömeggyilkosság volt, gyereket, asszonyt, mindenfélét vegyesen a magyarokat lekaszabolták, az áldozatok számáról vannak viták, mindenképpen 300 és 700 közé teszik, hogy mennyien haltak ottan meg, és akkor ezekben a térségekben, ahol ilyen típusú megpróbáltatások voltak, ott inkább a félelem lesz a meghatározó. És akkor a pap is nagyon sok esetben vagy megretten elmenekül, vagy fogságban volt, és onnan kiszabadítják, és tovább menekül, de mindenképpen ott hagyja a plébániáját, és akkor a közösségnek is nagyon nehéz dolga van, mert pásztor nélkül azért eléggé nehéz irányítani tulajdonképpen a híveket, és akkor ez az Érchegységi térségben a belső konfliktusok folyamatosan tartanak, az Érchegység az egyedül, amit Bemaponnak a sikeres tavaszi hadjára során nem sikerült visszaszerezni, és akkor itt májusban úgy nézett ki, hogy szinte sikerül egy megbékélést összehozni, amikor a Kossuth Lajos részéről Drágos megérkezik tárgyalni Ávrám Jánkuval, szinte össze is jön, és hogyha ez összejött volna, akkor mi lett volna, ha nem történelmi kérdést lehetne folytatni, nem jött össze, mert egy szabadcsapat vezető 60-i eléggé önfejűen információ nélkül rátámadott a tárgyalásra kész románokra, aminek az eredménye az lett, hogy a románok azt hitték, a magyarok őket át akarják verni, és akkor ennek a következménye a második nagy atrocitás hullám, a májusi, amikor a megmaradó településeket is elpusztítják. Abrudbánya akkor pusztul el, de nem csak Abrudbánya, Körösbánya és a többi bányavidéki város is, és tulajdonképpen ez a májusi tetőzés az, ami hosszú távon elvezette ahhoz, hogy a dél-erdélyi területeken alig vannak magyar közösségek napjainkban is. Tehát ez a népirtásnak az egyik ilyen hatása. Na most az adás során utaltam arra, hogy a forradalmi kormány támogatása az a
papság részéről nagyon jól kézzelfogható, és főleg miután a püspök már ostromzár miatt nem is tud kommunikálni, még inkább kézzelfoghatóvá válik. Ezek a papok közül többnek a nevét is lehetne említeni, csak András Jantart, a Gyergyó alfalvi plébánost említeném, ez egy kicsi falu, egyébként a leghidegebb falu Erdélyben. Tehát amikor hideg rekordok vannak, az Gyergyó alfaluba szokott mindig megdőlni, és az elején, amikor elkezdtem a témával foglalkozni, nekem nagyon fura volt, hogy tud valaki Gyergyó alfaluból mozgosítani egy teljes erdélyi papságot és a saját szempontját érvényesíteni. Utána aztán majd kiderült, hogy András Jantal azért egész komoly tanulmányokat végzett Bécsben, Augustinumban, Frintaneumban, császár közeli körzetben, Gyulafehérváron tanít, és akkor, amikor egy kicsit összemegy a vezetőséggel, akkor arra hivatkozik, hogy az aszmája miatt neki friss levegőre van szükség, na alfalubottan jó friss a levegő, és akkor oda kerül szépen alfaluba, de megmarad az összes kapcsolatrendszerre, amit korábban kiépített, rendkívül művelt és nagyon jó szervező, és még például az egyházmegyei zsinat előtt kiküldenek egy ilyen underground körlevelet, hogy hivatalosan értesítik a püspököt, hogy mik az ők kéréseik, de azon kívül elmegy egy másik körözmény, ahol leírják a többi papnak, hogy mielőtt még valami történne, mi azért fogjunk össze, és oldjuk meg ezeket a problémákat közösen. És akkor, amikor a püspök már ostromzár alatt van, akkor Andrássy odáig megy el, hogy visszaállítatja az esperes széki bíróságokat peres ügyeknek az elintézésére, tehát teljesen lebontja az autonómiát gyakorlati szintre, és amikor már a püspök amúgy se tud beleszólni, az egyik régi püspöki körlevelet egy kicsit átszerkeszti, és akkor ennek alapján a függetlenségre szépen biztatja az embereket. Minden egyes tevékenységben ott van, ami egyszer radikális lehetőség. Amikor az erdélyi kormánybiztosok kommunikálni akarnak a térséggel, akkor Andrássyt keresik meg. Annyira belement a forradalmi szervezésbe, hogy amikor a végén a forradalom leverése után fogságba kerül, akkor inkább az öngyilkosságot választja. Az egyetlen öngyilkos pap egyébként ebből a periódusban tudja jól, hogy mit tett, és azt is tudja, hogy mi vár rá. Na de most ezek a radikális papokból nem kevés van. Tehát szinte minden széken találunk egy nagyon radikálisat. Például Bardosz János, aki Gyulafehérváron olyan beszédet mondott, hogy inkább elkergették a várból, elmenekítették a várból, hogy ne legyen neki problémája, utána aztán vándorszónoként mindenfele jár lelkesítő beszédeket tartva különböző városházak erkélyeiről, vagy ott van a örmény származású udvarhelyen szolgáló Keresztes Márton, akiről az első jelentés az udvarhelyi bíró, amikor írja, ilyen jelzőkkel illeti szegényt, hogy ultraliberális és kommunista eszméket képvisel, tehát kommunizmus 1848-ban. Tehát vannak egészen ütős, radikális emberek, és a hatásuk abból látható jól, hogy ezeket az embereket választják kerületi jegyzővé. Márpedig a jegyző az, akit választani lehet hivatalosan, az esperest a püspök nevezi ki, és akkor a közösségnek a tényleges képviselő az a jegyző, és mivel ezekben a kerületekben ilyen radikális emberek kerültek jegyzőként hatalomra, vagy irányító vezető szerepbe, egyértelmű, hogy a közösséget ebbe a szellembe fogják irányítani. A kormány nagyon jól érzékelt ezt a lehetőséget, és éppen ezért folyamatosan látjuk azt az igényt, hogy a szószéket politikai célokra fel kellene használni. Ez megfigyelhető a forradalomnak a kezdetétől, a magyar kormány részéről, osztrák kormány részéről is, de egyértelmű, hogy az erdélyi katolikus papság inkább a magyar kormánynak a kéréseit hirdette ki. Csak egy példát, az udvarhelyi Domus Historiae háztörténetnek a tanúsága szerint a decemberi császári proklamációt udvarhelyen júliusba jutott eszükbe, hogy megnézzék, akkor se hirdették ki, csak akkor került elő, és iktatták. Tehát azért nem foglalkoztak túl sokat ezekkel az osztrák felszólításokkal. És akkor ez a háttértámogatás, ez főleg a katonai mozgósítás szempontjából elengedhetetlen. Erről beszélnek a legkevesebbet, pedig szerintem ez az egyik legfontosabb része ennek a történetnek, mert a háttérmunkát valakinek el kellett végezni. Például sorozásnál. Mi alapján soroznak be? Anyakönyveket az egyházak vezetik. Hogyha a pap nem forradalmi elkötelezett ember, akkor ő az anyakönyveket nem fogja kiadni, és a sorozást nem lehet megvalósítani. Van is olyan eset, az atyhai plébáni esetében, hogy a hívek azt ígérték a papnak, hogy agyonverik, hogyha kimeri adni az anyakönyveket, de ő egy kicsi katonai segítség mellett azért csak kiadta, és megtörtént a sorozás, de hogyha a sorozás
esetében egyértelmű, hogy nem lehetett volna megoldani se a nemzetőrségnek a létrehozását, sem pedig a honvédség toborzását, se semmit. Na most ez a háttértámogatás nagyon szépen látszik a délvidéki kimozdításnak a történetében, amikor éppen Szeged felé jönnek ugye a székhelyeink. Ebben az esetben, amikor az önkéntességi alapon toborzott csapattesteknek a származási helyét vizsgáltam meg, akkor kiderült, hogy amelyik faluból érkeztek katonák önkéntesen, azokból a faluból minden egyes papot vagy kötél általi halálra ítéltek, aztán átváltoztatták, vagy valamilyen más várfogságba, sáncfogságba, vagy több évig tartó börtönbüntetésre sújtották, tehát egy olyan faluból se érkezett az önkéntes kötelékbe, ahol a papot utólag ezért megkérték volna számon, tehát közvetett módon azért kimutatható ez a történet. Az agyagfalvi történetnél ottan a korabeli visszaemlékezések, ugye ez a nagy híres székely nemzetgyűlés, amikor a székely magyar öntudat megfogalmazódik, ott is a jelentésekben azt olvassuk, hogy a papjaik vezérlete alatt a pap a kezében a keresztelés karddal vitte a saját híveit a gyűlésre. Rengeteg anekdota is fennmaradt az agyagfalvi gyűlés, az egyik pap leugrott az emelvén, hogyha itt ő leugrik és életbe marad, akkor az Isten akarja, hogy ez az egész rendben legyen, hogyha meghal, akkor Isten nem akarja, nem halt ott meg, hazafelé halt meg Dögvészbe Sóvárad mellett, arról már kevesebbet beszélnek utána, de a lényeg az, hogy az agyagfalvi gyűlésre való mozgosítás, amikor a székelyek tényleg odaállnak a magyar ügy mellé, abban egészen egyértelműen a papságnak a szerepe látványosan kimutatható, főleg az udvarhelyszéki papság, a gyergyő és az alcsiki papságnak az esetében. Amikor a függetlenségi nyilatkozatot kihirdetik, akkor az egyik jelentés, a Ditró jelentés írja le, hogy nehéz volna megfogalmazni azt a népünnepének a hangulatát, ahogyan ez történt, és azok a lelkes prédikációk, amiket lenyomnak az emberek, nem egy kötelező kihirdetéssel találkozunk, hanem egy rendkívül lelkes hozzáállással. És akkor az orosz intervenciókor, amikor kérik ugye a mozgosítás keresztes hadjárat védekezés szempontjából, ott is több ilyen típusú irat maradt fenn. Itt van egy érdekes történet, az a Felcsikihez kapcsolódik, ezt azért elmondom, még hogyha az időben remélem bele is férek. Az orosz intervenciókor kiderült, hogy a felcsiki térségben elég gyenge a mozgosítás. Tehát ez egy érdekes dolog, Csíkszéken belül az alcsiki esperes tank Albert egy rendkívül agilis esperes, ő folyamatosan mindig körözteti a hozzáérkező felszólításokat, lelkesíti a papjait, hogy ők is ugyanezt tegyék, és Felcsikon pedig egy nagy pangás van. Most ennek a nagy pangásnak két oka van. A felcsiki papok közül a legradikálisabbak elmentek katonának, beálltak nemzetőrnek, vagy elmentek tábori lelkésznek. Otthon hagyják a híveiket. Nincs, aki mozgosítsa a híveket. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy melyik a hatékonyabb. Az, amikor valaki elmegy és katonaként szolgál a honvédségbe, vagy pedig a közösség vezetőjeként otthon marad, és a közösség vezetőjeként irányítja tulajdonképpen a híveit. Na most Felcsikon nagyon sokan mentek el a katonaság honvédségnek a kötelékébe, és azon kívül pedig az esperes, ő nem igazán foglalkozott az ügyeknek az intézésével, mert éppen szegény becsajozott, és amikor a házvezető nével a falun végig sétált, akkor még a szomszéd faluban is összehúzták a harangot még 48 nyarán, akkor eltusolták az ügyet, és akkor 49-ben az orosz intervenciókor derül ki a botrány, mert a kormánybiztos megkéri az alcsiki esperes tankot, hogy menjen fel Felcsikra, hívja össze a meglévő papságot, és valahogy mégis mozgosítsa őket, mert ott valami sánti. Csak ezen a gyűlésen, ezen az esperesi koronagyűlésen derül ki, hogy tulajdonképpen a felcsiki esperes nem látta el maradék talanul a kötelezettségeit, és ez is mutatja azt, hogy a papságnak a hozzáállása milyen mértékben tudja befolyásolni a ténylegesen megtörténő katonai eseményeket. Na most ez a katonai tevékenységek hátterében való részvétel nagyon jól kirajzolódik a megtorláskor. Akkor, amikor a megtorlás van, általában arról szoktunk beszélni, és erről tudunk többet, hogy akkor ugye az aradi vértanúkat kivégezték. Erről volt előadás itt tavaly a Szabad Egyetemen, ha nem tévedek. Ezen kívül tudjuk azt, hogy Batyánit főbelőtték, még egy jó pár politikust azért hajkúráztak, meg ehhez hasonló, papokról kevesebbet beszélnek. Na most a mi térségünket nézve, amelyeket én vizsgálom ugye az erdélyi térségben, amikor az alcsiki befogások történnek, az első 7 letartozott emberből 5 volt pap. Tehát az arányokat tekintve messze gyorsabban és nagyobb arányban próbálják a papokat félreállítani, viszont ez a papságnak a számon kérése, ami beindul ugye Alcsik és Gyergyóban a legerősebb, azért ebben a kettőben a legerősebb, mert itt mind a két esperes nagyon aktív, mind a kettőt elfogják, és mind a kettőt el is ítélik azonnal.
a papságnak a helyzetében egy viszonylagos javulást tud hozni az, amikor Sziszoszkinak a tervét, a kinevezett hercegprímásnak a tervét megpróbálják valamennyire életbe léptetni. Ennek a lényege az volt, hogy úgy próbálta bemutatni a papságnak a szerepét, hogy vannak az osztrák kormányt támogató papok, ezekből kevés volt, azért próbálták valamit összeírni, hogy akinek nem volt sok köze, például az érzhetségbe szegény menekülő katolikus papok, mivel nem volt forradalmi tevékenységük, akkor egyből osztrák barátok lettek, az alatnai plébános Bondár Lajos például így járt, neki ezzel volt szerencséje, akkor van az a réteg, akit a körülmények kényszerítő hatása alatt valahogy rákényszerítettek, hogy mondja el azt a hirdetményt a templomba, és akkor van egy kicsi vékony réteg, akik hát úgy szegények, hibába estek, ez van, és akkor őket kellene majd elítélni tulajdonképpen. Na most ennek a tervnek az életbe léptetése azt jelentette, hogy egy eléggé erőteljes dokumentum hamisítás indul meg a forradalmi periódusra vonatkozóan, mégpedig azért, mert hogyha a Sziszoszki által vázolt elképzelés szerint az a pap, aki fegyvert fog, irregularitást követ el, vagyis szabálytalanság vétkébe esik, akkor ez egy egyházi büntet. Márpedig ha egyházi büntet, akkor az egyházi szentszéken kell az ügyét neki letárgyalni, és ott kell meghozni a megfelelő ítéletet. Utána jön a purifikáló állami eljárásnak a története. Na és akkor azért, hogy a purifikáló bizottság, akinek betekintési joga van a nyomozati anyagba, lehetőleg kevés dokumentumot találjon, a legjobb módszer a mentésére az embereknek az volt, hogy a dokumentumokat szó szerint kiolozták. Ez pont nem erdélyi a kép, hanem a csanádi levéltárból származó protokollumnak a fényképét vágtam ide be, mert ez valamilyen látványosabbnak tűnt, viszont ehhez hasonló megoldásokat rendesen, szikével, ügyesen, ecetmentesen kivágták, elégették, és ez viszont egy másfajta problémát is okoz számunkra, mert akkor, amikor ennek az egész 48-49-es forradalom és szabadságharcnak az egyházi vonatkozásait próbáljuk meg feltárni, egy elég jelentős forrás hiánnyal is találkozunk, mert hogy azok a dokumentumok, amelyeket így megsemmisítettek, azok nyilvánvaló, hogy számunkra már nem elérhetőek. Szerencsés esetek vannak, amikor másolatban fennmaradnak ezeknek a másodpéldányai. Egyet mondok, a Verespatakit. A Verespatakiak esetében, ugye amikor ez a bánya projekt beindult, hogy az aranybányát mondjuk kanadai akarták ciántechnológiával kihozni, akkor bemenekítették a levéltárat a Gyulafehérváros, kiderült, hogy a plébános atya egy idős bácsi volt, Tóth Pista bácsi volt ideje, jó nyugodtan lemásolt mindent. Tehát amit kapott osztráktól, bányahivataltól, püspöktől, esperestől, híveitől, mindent lemásolt a domuszba, és akkor abban egy teljes tára van meg annak a levelezésnek, ami az érzhetségre vonatkozik, és remélhetjük, hogy még ehhez hasonló előkerülő dokumentumok segítségével még árnyaltabb és körvonalazottabb képet lehet bemutatni az erdélyi egyházmegye katolikus papságáról. Köszönjük dr. Tamási Zsolt előadását, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az STS Szabad Egyetem előadás sorozat keretében egy hét múlva Pejach István történész tartja meg a Márciusi Ifjak és a Forradalom című előadását. Szeretettel várjuk Önöket jövő szerdán!